Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma egy horgolási alapok videót hoztam nektek, tehát ez a videó tényleg az abszolút kezdőknek szól. Beszélni fogok a fonalakról, a horgolótükről és azokról az alapanyagokról, amelyekre szükségetek van a horgoláshoz. Beszélek arról, hogy hogyan vegyük fel a fonalat a kezünkre, és arról is, hogy hogyan tudjátok meghorgolni az első szemeket. Természetesen a szemekről is részletesen beszélek. Kezdjünk is hozzá a tükkel. Nos, ha meg szeretnétek tanulni horgolni, akkor mindenféleképpen szükségetek lesz horgolótűre. Ezek a tűk különböző méretekben kaphatóak, ez itt például egy 8-as horgolótű, rá is van írva, hogy 8 mm, aztán ez itt egy 6-os horgolótű, és ez is itt egy 6-os, bele van vésve az anyagba. A tűk anyaga is eltérőek, ez itt bambusz, ez fém, egy műanyag gumiszerű nyéllel, matt felülettel, és ez is itt műanyag. Az anyaguk miatt természetesen a súlyuk is különböző, tehát teljesen más érzés fogni ezeket a tűket a kezünkben. Nekem a kedvencem egyébként a fémtű, és nekem fontos az is, hogy ne fémből legyen a nyele, hanem valami más anyagból, így nem olyan hideg, amikor fogjuk. És talán ennek a súlya a legmegfelelőbb, de ez persze személyenként eltérhet. És persze mind ugyanolyan jól használható. A horgolásnál szükségetek lesz egy ollóra, hogy el tudjátok vágni a fonalat, és kelleni fog egy vagy több tű is, hogy el tudjuk varni a szálakat. A tű mérete a fonal méretétől függ, ami fontos, hogy tompa hegyű legyen. Eléggé nagy itt ennek a tűnek a hegye és a tű foka is, ezt merkelő tűnek hívják. Bármilyen ollót használhattok, ami otthon van nektek, én ezt a kis madaras ollót szeretem, tényleg nagyon szeretem, nagyon praktikusnak találom. Kikészítettem ide egy pár fonalat, ez a fonal itt például nagyon szép, tökéletes egy sálhoz vagy egy kendőhöz. Ez egy nyári fonal, 50 grammos és 150 méteres a gombolyag. A fonalaknál fontos kérdés, hogy mennyire lesz szükségünk egy munkához, és hogy egyáltalán megfelelő a fonal az adott munkához. A fonalboltokban szívesen segítenek, de a horgolási útmutatók is szokták tartalmazni a szükséges típusokat, tehát ez nagyon jó. Egy sálhoz általában 100-200 g fonalat használunk, az úgy körülbelül elég lehet. A gombolyag hossza természetesen attól függ, hogy milyen vastagságú a fonal. Ez itt egy 4-es fonal, tehát ez azt jelenti, hogy 4-es horgolótűt, illetve kötőtűt ajánlanak ehhez a fonalhoz. Általában a horgoláshoz és a kötéshez is adnak meg információkat, itt láthatjátok a szimbólumokat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha például kétszer ilyen vastag lenne a fonal, akkor nagyobb lenne a súlya méterenként, tehát a 150 méteres gombolyagnak a súlya több lenne. Vagy ha csak 50 grammos a gombolyag, akkor rövidebb lenne a fonal. A fonalnak a súlya és a hossza az fontos információ, és ugyebár az ajánlott tű méret is, ehhez a nyári fonalhoz tehát 4-es tűt ajánlanak. Ez pamut fonal, ami általában vékonyabb. Itt láthatjátok, nagyon szép ez a pamut fonal. Hogyha gyapjút is tartalmaz a fonal, mint például ez itt, ehhez már nagyobb tűt, 6-7-es tűt ajánlanak, habár ebből a típusból is vannak vékonyabb változatok. De ez egy téli májbosi fonal, a téli fonalak általában vastagabbak, ez például tökéletes egy csapkához. Nagyon jó puha lesz a munkánk ebből a fonalból, és gyorsan is lehet vele haladni a vastagsága miatt. Egy másik projekthez választottam ezt a fonalat itt, ebből például táskákat készítenek. Ez egy vastagabb pamutfonal, tehát 4-esnél nagyobb tű kell hozzá, talán 6-ost mondanék. Igen, 5-ös, 7-es tűt ajánlanak hozzá. Ez a fonal 250 g-os és 225 méteres, 80%-ban pamutból és 20%-ban poliészterből áll. Ahogy látjátok is, ez egy színátmenetes fonal. Ennek a fonalnak még az alakja is más, mint a többinek. Ez a zöld például egy hosszabb gombolyag, ez pedig inkább kerekebb gombolyag.
Én általában belülről kezdem el a gombolyagot, meg is mutatom nektek, hogy ezt hogy értem. Tehát kiveszem a fonal közepét, és ezzel a végével kezdek el horgolni. Így a gombolyag stabilan fog állni az asztalon, könnyen ki tudjuk húzni középről a fonalat. Hogyha kívülről kezdenénk meg a fonalat, és úgy tekernénk le, akkor a gombolyag ide-oda szaladgálna itt az asztalon. Tehát előnyösebb a gombolyag közepén megkezdeni. Még akkor az anyagokat hasonlítsuk össze, ez 70%-ban poliakrilból és 30%-ban gyapjúból áll, 50 g-os, 55 méteres, és ez a baloldali 50 g-os és 150 méteres, tehát a súly az anyagtól függ. A gyapjú természetesen nehezebb, mint a pamut. Ebben a pamuton kívül még poliakril van. A címkét mindenképpen olvassátok el, hogy megtudjátok a pontos összetételt, a súlyt és a hozt, meg ugyebár a tűk méretét is innen tudjátok meg. Most bemutatom nektek a horgolás alapjait ezzel a zöld fonallal. Tehát a zöld fonalhoz 6-os, 7-es tűt ajánlanak, itt van a fonal vége, amit ráhurkolunk a tűre. Először is rátekerem a fonalat így két ujjamra, majd benyúlok a két ujjam között a 6-os horgolótűmmel. Itt van egy ilyen X a fonalban, és a hüvelykujjammal fogom a fonalat. Tehát beleakasztom a tűbe a fonalat, és előre hozom így. Kiveszem az ujjamat, és jól meghúzom a fonalat. Itt van a fonal rövidebbik és a hosszabbik vége. Ha a hosszabbik végét húzom meg így, akkor teljesen ráhurkolódik a fonal a tűre. Nagyon egyszerű. Ha most a fonal rövidebb végét húznám meg, akkor nagyobb lesz a hurok a tűn. A hosszabb fonallal pedig kisebb lesz a hurok. Nem kell nagyon meghúzni egyébként. Most pedig, hogyha megvan ez a hurok, a tűn, akkor felveszem a fonalat a kezemre. A kis ujjam és a gyűrűs ujjam között vezetem a fonalat. Itt vezetem előre, és egyszer még, hogyha ez megvan, akkor rátekerem a mutató ujjamra is a fonalat. Így tudom majd megfeszíteni a fonalat. Itt lesz a munkaszál. Ezt majd feszesen tartom. És most fogom a fonalat a tűvel, és áthúzom. Látjátok, így tudom megfeszíteni a fonalat, és ellazítani is. Tehát a tűvel a fonal mögé megyek, és áthúzom a tűn lévő húrkon. Többi ujjammal tudom közben fogni a már elkészült munkát. Így jön létre a szükséges feszesség. Természetesen, ha túl erősen húzzuk, akkor nem fogunk tudni horgolni. Kezdőként nehéz megtalálni a szükséges feszességet, ezért gyakorolni kell. Ha túl lazán tartjuk a fonalat, akkor úgy szintén nehéz horgolni. Tesztelni kell és gyakorolni, hogy megtalálja mindenki a saját magának megfelelő feszességet. Arra kell törekedni, hogy szépen lazán tudjuk áthúzni a fonalat. Ha megtaláljuk a jó feszességet, akkor utána már a gyorsaságon is fogunk tudni növelni. Egyébként nagyon egyszerű ez az egész mozdulat. Mindig csak fogjuk a fonalat a tűvel, és áthúzzuk a húrkon. Így, ahogy látjátok, mutatom. És amit itt láttok, azok láncszemek. Horgoltam egy láncszemsort. Általában ez az alapja a horgolt munkáknak. Tehát ezzel kezdjük a munkát, kivéve, ha például körökben dolgozunk. Egyébként nagyon sok horgolós videót találhattok a csatornámon. Amikor például sapkákat horgolunk, fentről lefelé, akkor körben horgolunk, ott akár mágikus körrel is kezdhetünk. Nézegessetek bele a többi videómba is, itt láthatjátok a láncszemsoromat,
ennyit gondoltam bemutatni ebben a mai videóban, tehát most nem horgolok több láncszemet. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis bevezetés a horgolásba. A következő videómban megmutatom nektek, hogy hogyan horgolunk félpálcákat, egyráhajtásos pálcákat, rövid pálcákat és kúszószemeket. Tehát ha meg szeretnétek tanulni horgolni, akkor nézzétek meg a másik videómat is. Egyébként, ha tetszett a videó, akkor kattintsatok a tetszik gombra, ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a csengőre, és így majd nem maradtok le az új videókról. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!